Bábolnán vagyunk. A 2024-es Bábolnai Gazdanapok alkalmával az OTP agrárigazgatójával, Szabó Istvánnal beszélgetünk. Hogy áll a jelenlegi piac? Hogyha a finanszírozást nézem, és összehasonlítom a mezőgazdaságot ért időjárási feltételekkel, itt elsősorban az asszályra gondolom, akkor párhuzamot lehet vonni a vállalkozásoknak a finanszírozási hajlandósága, illetve a kukorica vagy adott esetben a napraforgó terméssel. Most már lassan, hogyha a vállalati hitelezési piacot nézem, 2023-at elfelejthetjük, egy pici növekedés van a vállalati hitelpiacon, de sajnos az agrárhitelről, vagy az agrár hitelpiacról nem tudjuk elmondani, tekintettel arra, hogy a 2023 harmadik negyedévétől egy stagnálás figyelhető meg, illetve egy enyhe esés. Ez az enyhe esés elsősorban a társas vállalkozásoknak a finanszírozási oldalát érinti, és szintén elsősorban az élelmiszeripari finanszírozást, mezőgazdasági finanszírozás szempontjából ott egy nagyon pici növekedést lehet megfigyelni. Egy negyed év alatt 29 milliárd forintot esett az agrárhitelpiac. Támogatást figyelembe véve hogyan tudnak segíteni a gazdáknak? Hát jelen pillanatban mindenki kivár, várják a különböző pályázatoknak a megjelenését, illetve amik megjelentek már pályázatok, gőzerővel készülnek a tervek, és hogyha megnézzük az élelmiszeripari pályázatnak a benyújtása, az már elkezdődött. Amit mi látunk az OTP Hungaro projekt, mint pályázati tanácsadónk jelzései alapján, illetve az ügyfeleinkkel történt személyes egyeztetéseket követően, hogy az ATK pályázatok nagy valószínűséggel a meghirdetett 200 milliárd forintot kétszeresen, két és félszeresen túl fogják egyezni már az első körben. Ez egy óvatos becslés. Aki él és mozog és állattenyésztéssel foglalkozik, legyen szó baromfiról, szarvasmarháról vagy sertésről, horrorisztikus és óriási projektekben gondolkodnak. Ez finanszírozói oldalon, úgy gondolom, hogy lehetőséget jelent számunkra, de itt nem csak a finanszírozás, hanem a vállalkozásoknak a versenyképességét is mindenféleképpen fontos szem előtt tartanunk, és ebben a helyzetben csak és kizárólag a versenyképesség javítása a legfontosabb. A meglévő támogatási rendszer, ez ahol szükség van önerőre, milyen lehetőségek vannak finanszírozás tekintetében, akár hitel formájában? Hogyha összehasonlítom a 2010-es, 2010-től 2020-ig, illetve a 2020-as éveket követő időszakot, akkor azt kell mondjam, hogy az az idillikus állapot, amit a növekedési hitelprogram biztosított, mind forgó, mind pedig beruházási oldalról, ez már a múlté. El kell felejtenünk. Egy óriási újítás jelent meg a KAP stratégiai tervben, amely azt jelenti, hogy 10%-os kamattámogatás, tehát az elszámolható költségeket 10%-kal lehet növelni kamattal, illetve 5%-os garanciadíj támogatással, de maximum az elszámolható költségeknek a 65%-áig lehet ezt igénybe venni. Ez egy óriási lehetőség. Tehát, hogyha beruházási oldalról nézem a mostani finanszírozási környezetben, vagy kamat környezetben, és hogyha adott esetben a 2023 éves finanszírozási kamatokat is nézzük, a közel 20%-hoz képest a most durván 8-9% már egy előrelépés, hogyha forint oldalról vizsgáljuk a kérdéskört, és a 10%-os kamat támogatással körülbelül 5% körüli beruházási hitelkamatról lehet beszélni. Ez egy teljesen új rendszer. Információink szerint az Európai Unióban talán egy tagország alkalmazta korábban ezt a kamat támogatásos megoldást, és én mindenkit arra biztatok, hogy ezzel éljen. Amit erről a programról már lehet tudni a július 31-én megjelent közleményt olvasva, hogy csak és kizárólag beruházási hiteleknek a kamat támogatására lehet igénybe venni, csak forint alapú finanszírozásra, és ennek a kamata az a BIRS plusz legfeljebb 3,5% lehet, valamint legalább 5 éves futamidőhöz kapcsolható, és ezt a kamat támogatást, ezt a fenntartási időszak végéig tudja az ügyfél igénybe venni. Az, hogy ki tudja használni a fenntartási időig, az 3-4 dologtól függ a saját erőnek
termelőnek a mértékétől, függ az esetleges előleg lehívásákról és attól is, hogy hány előleget tudott lehívni, illetve attól, hogy a beruházási hitelt mikor hívja le. Lehet kombinálni egyéb más finanszírozási elemekkel, de hangsúlyozom, hogy ez csak is kizárólag a forint beruházási hitelekhez kapcsolódhat. A kis és a nagy gazdák egyaránt érdekeltek lehetnek? Mindenki érdekelt lehet, akár a kicsi, illetve a nagyobb projektekhez is igénybe vehető lesz, és ez az adott közlemény, vagy az adott projektnek a meghirdetése tartalmazza, hogy ehhez igénybe vehető a kamattámogatás, vagy sem. Mi várható a második fél évben? Várom, hogy a vállalati hitelpiac a stagnál az elkövetkezendő időszakban, talán egy pici emelkedés lesz. Az agrárhitelállományt illetően már nem vagyok ennyire optimista, további csökkenésre számítok, mind az élelmiszeripari, mind pedig a mezőgazdasági finanszírozás terén. Az ügyfelek kivárnak, várják a pályázatokat, várják, hogy be tudják nyújtani, és utána nyerjenek, és hogy ezt lefordítom a pénzügynek, vagy a banknak az oldalára, akkor azt lehet mondani, hogy amit benyújtanak az idén támogatást, annak a döntése az valószínű, hogy 2025 első fél év végén, második fél év elején jelenik meg. Az ügyfelekkel a hiteltárgyalásokat azt tudjuk folytatni, de amint megvan a támogatói kirat, akkor fogjuk tudni megkötni velük a hitelszerződést, és a támogatói kirat, illetve a hitelszerződés benyújtásával lesz jogosult a kamat támogatásra az ügyfél, tehát ebből csilingelő forintok 2025 negyedik negyedéve előtt várható.